Üdvözlöm az ötödikeseket, Josics Márta vagyok, a Szabadkai Jován Jovánovics Zmáj Általános Iskola matematika tanára. Ma az egyenlőtlenségekkel fogunk foglalkozni. Vegyünk először is egy ilyen példát. Az ötödikesek elindulnak kirándulni, egy autóbuszba 53 utas fér be. Kérdésünk, hány diák szállhat fel a buszra, ha ott már vannak 47-en? Hát ezt, ha átgondoljuk, akkor válaszolhatunk nagyon egyszerűen. Felszállhat 1, 2, 3, 4, 5, 6, és több biztos nem. A jelölésből látszik, hogy nem egyenlőség van, ugye? A kisebb vagy egyenlő jel van ideírva, azért, mert nekünk most több lehetőségünk van. Nem pontosan egy megoldásunk van, van több lehetséges megoldásunk. Egyenlőtlenségről beszélünk azért, mert lehetséges minden olyan megoldás, amelyik belefér ez esetben az autóbuszba. Ugye megtörténhet az, hogy nem száll fel senki, még pluszba a 47-en kívül, lehet, hogy felszáll 2, lehet, hogy 6. Ellentétben az egyenletekkel, amikkel eddig foglalkoztunk, ahol mindig egyetlen egy megoldásunk volt, egy konkrét esetről volt szó. Ebben az esetben nekünk több megoldásunk lesz. Azt mondjuk, hogy két kifejezést, amennyiben kisebb-nagyobb, vagy kisebb vagy egyenlő, nagyobb vagy egyenlő jellel kötünk össze, akkor kapunk egyenlőtlenséget. Az egyenlőtlenség megoldás alatt ugyanúgy, ahogy az egyenleteknél is. Azokat az értékeket értjük, amelyeket behelyettesítve igaz állítást kapok, csak hogy most az egyenlőtlenségeknél, megint csak ellentétben az egyenletekkel, minden megoldást, minden számértéket meg kell határoznunk, amelyikre a mi egyenlőtlenségünk igaz állítássá válik, ha behelyettesítjük azokat az értékeket. Térjünk vissza az ötödikesekhez, meg az autóbuszukhoz. Meg kellene oldanunk most szövegtől, szövegkörnyezettől függetlenül ezt az egyenlőtlenséget. Ugyanúgy kezdjük el, mint ahogy az egyenletek megoldását. Egyetlen egy dolog van, amire oda kell figyelni, az pedig a kisebb-nagyobb jel, amelyik nagyban befolyásolja majd a kapott értékeket. Megoldom az egyenlőtlenségemet ugyanolyan módszerrel, ahogy az egyenletet is. Az ismeretlen számra, ha ráteszek, az ismeretlen szám ugye az ötödikesek száma, akik még felszállhatnak, ráteszem azt a 47-et, amennyien a buszban már ülnek, ennek a számnak kisebbnek, de legtöbb 53-nak kell lennie, ugye, mert annyi fér el a buszba. Vagyis le kell vennem azt a 47-et, amelyik már bennül, az kapok 6-ot. Nézzük, hogy akkor milyen megoldást kaptunk. Kaptunk egy egész halmazt. Megoldások halmazát, így fogjuk fölírni, hogy akkor x eleme a megoldások halmazának. Ez a halmaz pedig pillanatnyilag a mi esetünkben a nullától hatig terjedő számokat tartalmazza. Ha az egyenleteknél azt mondtuk, hogy fontos az ellenőrzés, hát az egyenlőtlenségeknél 100-szor fontosabb. Meg is tesszük. Méghozzá úgy, hogy kiválasztunk, persze, hogyha itt sok érték van, nem kell mindegyikre leellenőrizni, de egyet valahonnan a közepéből kiválasztunk, mint ahogy most a háromat, stimmel, ugye, kapok 50-et, ami kisebb vagy egyen, mint 53, és ajánlatos mindig a szélső értékeket megpróbálni. Tehát a nulla az a mi esetünkben nem fontos, ugye, mert ha nullát helyettesítek be, bőven az 53 alatt vagyok, de a hatot, ha behelyettesítem, nézzük, akkor kapom azt, hogy pontosan 53. De mivel a kisebb vagy egyenlő jelen van, és engedélyezett az egyenlőség is, ezért ez a megoldásunk is még jó. Nézzük most, milyen típusú egyenlőtlenségeink vannak, pár kicsi példán keresztül. Ismeretlen az összeadandó, megint nagyon hasonlóan járunk el, mint az egyenletek megoldásánál. Az ismeretlenre rátettünk egy kettest, tehát most már a menetet tudjuk, elvesszük azt a kettest. Kapom azt, hogy az x kisebb kell, hogy legyen, mint 5. Ahhoz, hogy kisebb legyen, mint 5, mivel az n0 halmazon vagyunk, vagyis nullától számolunk, 0, 1, 2, 3, 4-nél megállunk, mert nincs egyenlőségjelünk, tehát szigorúan kisebb kell, hogy legyen a számunk 5-nél. Mi a helyzet, ha nagyobb jelünk van?
x plusz 9 nagyobb, mint 25, megint leveszem azt a 9-et, x nagyobb, mint 16. Ebben az esetben, mivel nagyobb kell, hogy legyen 16, 17-től indulunk, és a végtelenségig haladhat ez a sor. Ismeretlen a kisebbítendőnk. Tehát van egy ismeretlen számom, amiből elveszek 27-et, és kisebb értékét kell, hogy kapjak, mint 30. Itt a piros felkiáltójel, mindjárt meglátjuk miért. Elkezdem végezni a műveleteket, úgy, ahogy megszoktuk. Itt elvettem 27-et, ha ráteszem a 27-et, megtudom, hogy mennyi kell, hogy legyen. Azt kapom, hogy az x kisebb kell, hogy legyen, mint 57. Igen ám, de kisebb, mint 57, például a 20 is. De nézzük csak meg, hogy honnan indultunk. Egy szám, amelyikből elveszik 27-et. Nem mindegy, nem minden számból tudok 27-et elvenni. Itt azt mondtam, próbáljuk ki a 20-at, ami szintén kisebb, mint 57, de 20-ból már nem lehet 27-et elvenni. A legkisebb szám, amiből 27-et el tudok venni, az a 27. Tehát innen kell elindulnom. 27-től megyünk 57 alattig, azaz 56-ig. Tehát nagyon fontosak ezek a kivonások, osztások, olyankor van a legtöbb zűr, és a jelek, amikre oda kell figyelnünk. Megint egy ismeretlen kisebbítendő, de nagyobb jelünk van, tehát itt már nem csinál problémát. X mínusz 1 nagyobb, mint 3, tehát az X nagyobb kell, hogy legyen, mint 4. Nincs semmi gondunk. Egy akármilyen szám, ami nagyobb, mint 4, elvehetek belőle egyet, biztos, tehát 5-től haladunk a végtelenségig. Ismeretlen a kivonandunk. Megint piros fölkiáltójel, mert úgy indulunk, hogy a 390-ből el kell vennem egy számot, úgy, hogy az a különbség kisebb legyen, mint 205. A fölkiáltójel miért van? Mert a 390-ből nem vehetek el bármit. Melyik számokat vehetem el a 390-ből? Bármit, ami 390-nél kisebb. Tehát a legnagyobb szám, amit el tudok venni, az a 390, ugye, hogy nullát kapjak, ennél tovább nem mehetek. Tehát a legnagyobb szám, ami a megoldás halmazunkban lehet, az a 390. És akkor, ha megoldjuk az egyenlőtlenségünket, elvégezzük ugye a műveleteket úgy, ahogy kell, de most még valamire odafigyelünk. Elvégezzük a műveletet, kapok 185-öt. Hogy az x a 185-tel van kapcsolatban? Milyen kapcsolatban? Kisebb vagy nagyobb? 390-ből el kell vennem úgy egy számot, hogy az eredményem kisebb legyen, mint 205. Ami azt jelenti, hogy én nekem az a szám nagyobb kell, hogy legyen, mint 185. Ezt kell átgondolnunk mindig. Ha ebben nem vagyunk teljesen biztosak, akkor itt kiszámoltuk, ugye tudom, hogy az x a 185-tel van kapcsolatban. Hát fogjak egy számot, ami nagyobb, meg fogjak egy számot, ami kisebb, behelyettesítve rögtön meg fogjuk látni, hogy melyik a jó. Ez is egy módszer. Amennyiben nem vagyunk biztosak abban, hogy mit kell csinálnom a jellel. De mi most ezt tudjuk, hogy nagyobbat kell, hogy kapjunk, x nagyobb, mint 185, tehát 186-tól, az előbb már megbeszéltük, hogy 390-ig terjedő számsor a halmazunk elemei. Mi a helyzet? Itt 14 mínusz x nagyobb, mint 8, megint csak meg kell, hogy fordítsuk a jelünket, és ez, ha észreveszük azt is, hogy ez olyankor történik meg, amikor a műveletem második elemeként jelenik meg az ismeretlen. Tehát amikor az x-et el kell vennem, olyankor kell megfordítani a jelet. De megint csak kiszámolom, úgyhogy 14-ből 8-at elveszek, x kisebb kell, hogy legyen, mint 6, de nem vagyok benne biztos, hogy kisebbe. Fogok egy számot, amelyik mondjuk nagyobb, legyen a 8. 14-ből 8-at mennyit kapok? 6-ot. Nem nagyobb, mint 8, tehát a nagyobb szám nem stimmel, úgyhogy ennek kisebb jelnek kell, hogy legyen. Kisebb, mint 6, az alsó határunk ugye a 0, tehát 0-tól, opa, itt maradtak a pontok, 0-tól az 5-ig, nincs tovább. Következő az ismeretlen tényezős egyenlőtlenség. Vagyis szorzásról van szó. Szorzásokat hogyan számoljuk? Úgy, hogy másik oldalon osztunk, ugye? Tehát az 5-ször x kisebb, mint 15, akkor az x-nek 15 osztva 5-tel, azaz 3-tól kell kisebbnek vagy nagyobbnak lenni.
hát ebben az esetben egyértelműen kisebbnek. Háromtól kisebb számok a 0, 1 és a 2. Mind a három szám nekünk megfelel. Megpróbáljuk behelyettesíteni, stimmel 5x0, 0, 5x1, 5, 5x2, 10, mindegyik szám kevesebb, mint a 15. Most a nagyobb jelünk jelent meg, 20-ször ismeretlen x, nagyobb kell, hogy legyen, mint 160, ahhoz, hogy a 20-as innen eltűnjön a szemünk elől, azt kell csinálnom, hogy a 160-at elosszam 20 felé. Ha elosztottam 20 felé, kapok 8-at, az azt jelenti, hogy az x-ünk nagyobb kell, hogy legyen, mint 8, vagyis 9-től a végtelenségig. Bármelyik szám, ha behelyettesítem, bármelyik számnak a 20-szorosa biztos, hogy 160-nál nagyobb értéket fog adni. Jönnek az osztások, és itt szokott lenni a legnagyobb zűr általában, úgyhogy itt külön odafigyelést kérünk. X-et, ismeretlen értékét el kell osztanom 9 felé, úgy, hogy az eredményem kisebb vagy egyenlő legyen, mint 11. Nézzük csak meg, hogy végezzük el a műveleteket, milyen sorrendben. X-et megkapom, hogyha 11-et beszorzom 9-el, azt kapom, hogy az X kisebb vagy egyenlő, mint 99. Igen ám, de eredetileg azt kellett, arra kellett odafigyelnünk, hogy X osztva 9-el. Melyik számokat tudom 9-el osztani? Hát nem akármelyiket, ugye, a 9 többszöröseit, tehát nem jöhet számításba a teljes 99-ig terjedő számok halmaza, hanem csak és kizárólag azok, amik oszthatók 9-el. 9, 18, 27 és így tovább. 81, 90, ezt eddig tudjuk a szorzótáblából, 99 a következő, számításba jöhet az egyenlőség jelvéget. Nagyon hasonló a másik feladatunk, x osztva 7-tel nagyobb, mint 13, a menete a megoldásnak pontosan ugyanaz, mint az előbb, azt kapom, hogy x nagyobb, mint 91. Igen, de itt is 7-tel osztottunk, tehát 7-tel osztható számok jöhetnek számításba, olyanok, amik nagyobbak, mint 91. Ezek a számok pedig maga a 91 is osztható 7-tel, de nincs egyenlőségjelünk, tehát ő maga nem jöhet számításba, úgyhogy az első rákövetkező 7-tel osztható szám, az a 98, és így haladunk tovább, akkor 105, 112 és a többi. Tehát az osztásoknál nagyon kell odafigyelnünk, egyrészt a jelekre, van egyenlőségjel, nincs egyenlőségjel, másrészt, hogy a szám, amit kapunk eredménynek, osztható legyen valóban. Most ismeretlen az osztunk. Mi a helyzet? 36 osztva x-el, kisebb, mint 4. Megint ugyanaz a szituáció, mint az előbb volt a kivonásnál. Itt áll az ismeretlenünk, ugye a művelet második helyén, ami azt jelenti, hogy most már látunk valamilyen szabályságot, fordul a jelünk. Vagyis 36-ot egy ismeretlen számmal úgy kell elosztanom, hogy kisebbet kapjak, mint 4, vagyis a megoldásaim nagyobbak kell, hogy legyenek, mint 9. Nagyobbak, mint 9, viszont olyan számok, hogy osztásról lévén szó, hogy a 36-ot el lehessen vele osztani. 9-től nagyobb olyan számok, amivel 36 osztható, az 12, 18 és maga a 36, és itt van vége, nincs több. Hiába kaptam azt, hogy x nagyobb, mint 9, ez ugye az egész 10-től fölfelé természetes számokat halmazát jelenteni, viszont csak ez a 3 az, amelyik ide belestimmel. Megint hasonló feladat, nagyobb jelünk van, odafigyelünk az osztásra, 25 osztva valamilyen számmal nagyobb eredményt kell, hogy kapjon, mint 5. 25-ben az 5 5-ször van meg, tehát a fordul a jelünk, ugye, mert osztok x-el, tehát az x kisebb kell, hogy legyen, mint 5. Nézzük, melyik 5-nél kisebb számok azok, amelyikek ide belestimmelnek. 5-nél kisebb számok 0, 1, 2, 3, 4, ezek közül kell válogatnunk. Bármelyik jó-e? 25-ben a 0, osztani nullával nem lehet, nem tudunk, tehát a 0 kiesett. 25-ben az 1 az 25, nagyobb, mint 5, nem jó. 25-ben a 2, nem lehet, 3, nem lehet, 4, nem lehet osztani. 5-tel tudom osztani a 25-öt, 25-ben az 5 5-ször van meg, viszont szigorú, a nagyobb jelen van, tehát egyenlőség nem jöhet számításba, tehát az ötös sem stimmel. Ami azt jelenti, hogy egyetlen egy megoldást sem találtunk, vagyis
Megoldások halmaza, üres halmaz. Ennyi lett volna az egyenlőtlenségekről. Köszönöm szépen!